30 éve történt a katasztrófa, a csernobili nukleáris baleset emberek millióinak életét változtatta meg. Elhúzódó ügyek, hosszú éveken, évtizedeken át is tarthat egy végrehajtási eljárás. 20 éves a közgazdászképzés. Idén a tavainál 15%-kal többen jelentkeztek a Nyíregyházi Egyetem Gazdálkodástudományi Intézet szakjaira. Harminc évvel ezelőtt, 1986. április 26-án történt a világ egyik legsúlyosabb nukleáris balesete, a csernobili atomerőmű katasztrófája, ami milliók életét változtatta meg. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Dr. Szőlősi Tibor ideggyógyász főorvost, aki akkor a Técsői Kórházban dolgozott, a katasztrófa helyszínére küldték. A 12 fős mentőcsoportból egyedül ő maradt életben. A nyugalmazott főorvos az évforduló alkalmából exkluzív interjút adott a Kölcsei Televíziónak. A csernobili baleset az egyik legsúlyosabb katasztrófa volt az atomenergia felhasználásának történetében. 1986. április 26-án hajnali 1:30-kor az atomerőmű 4-es reaktora gőzrobbanás miatt kigyulladt, amit robbanások sorozata követett. A mai Ukrajna, Fehér Oroszország és Oroszország területén hatalmas területek szennyeződtek, körülbelül 200 ezer embert kellett azonnal kitelepíteni. Dr. Szőlősi Tibor akkor fiatal ideggyógyászként dolgozott a Técsői Járási Kórházban, őt azonnal a helyszínre küldték. Egy 12 fős csoporttal érkezett a katasztrófa helyszínére, ahol egy hónapot töltöttek, 11-en nem sokkal hazatérésük után meghaltak. A főorvos a mentési munkálatokban résztvevőkkel napi kapcsolatban volt, a sugárfertőzés először a már meglévő betegségeiket erősítette fel. Nagyon sokan, legalábbis aztán, mikor már ezeren felül voltunk, már úgy értem a munkások, az építőmunkások, eltitkolták a latens betegségeiket. Egyedüli ok az volt, hogy háromszoros fizetést, bért ígértek nekik, akik vállalják az ottani munkákat, és ezért bizony ezzel a céllal, hogy hát keressenek, eltitkoltak betegségeket. Értem ezzel az epilepsziát, meg a hozzá hasonló ideg, meg elmebetegségeket, cukorbetegség, magas vérnyomás betegség, stb. És az az állapot, a megfeszült ideg állapot, a munkakörülmény meg minden összességében bizony-bizony, hogy felszínre hozta ezeket az eltitkolt latens, hogy úgy mondjam, állapotokat. Ezért sok munkást haza kellett küldeni, éppen emiatt, hogy exacerbálódott a betegsége, és egyáltalán az állapotuk romlott. Természetesen a szovjet vezetés megpróbálta elhallgatni az ügyet, de a svédek még időben észrevették a radioaktív felhőket, így figyelmeztetni tudták a világot. Ezeken a felvételeken az látszik, hogyan észlelték az atomfelhőt a levegőben. A baleset a szocialista tájékoztatás politika legnagyobb kudarca lett, és erősen hozzájárult a Szovjetunió összeomlásához. Az első jelentéseket csak 2 nap múlva adták ki, a központi pártlap pedig csak a május 1-jei ünnepségek után számolt be róla. A Magyar Rádió így jelentette be a történteket. A Szovjetunió beli csernobili atomerőműben baleset történt. A jelentések szerint az egyik reaktor sérült meg, és többen megsebesültek. Az illetékesek megkezdték az ukrajnai atomerőműben keletkezett üzemzavar megszüntetését. A károk felszámolására kormánybizottságot hoztak létre. Az Energia Klub vezető tanácsadója szerint a baleset alapjaiban rengette meg az emberek atomenergiába és a tudományba vetett hitét. 86, azt gondolom, hogy egy olyan dátum az atomenergia életében, ami gyakorlatilag onnantól kezdve csak lefelé volt. Én azt gondolom, hogy az embereknek a hozzáállása egy technológiához ez nagyon sokat nyom alatban, azt tekintve, hogy a társadalom elfogad egy technológiát, avagy nem, és az atomenergiával szemben mi ellenállás és ellenérzésnek az egyik legfontosabb sarokpontja és dátuma az 1986, amikor is tulajdonképpen egy ellenőrzött művelet zajlott, és mégis elszaladt a reaktor, és az lett belőle, ami lett. 2011 márciusában pedig bekövetkezett az elképzelhetetlen, a japán fukushimai atomerőmű balesete.
Egy földrengés és az azt követő cunami romboló hatásai súlyos nukleáris üzemzavarok és balesetek sorozatát indították el. A becslések szerint az okozott szennyeződés összemérhető az 1986-os csernobili atomkatasztrófa hatásaival. A környékbeli földeken mért radioaktivitás szintje is összemérhető a csernobilivel, de a szennyezés kiterjedése itt korlátozottabb. A Kárpátalján élők is vállalhatnának munkát Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei cégeknél a Tisza Európai Területi Társulás segítségével. Erről beszélt 35 percig műsorunk hétfői adásában Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke. Az európai szervezetnek ugyanis ukrajnai tagjai is vannak, annak ellenére, hogy az ország nem uniós tagállam. Sesták Oszkár szerint a közeljövőben olyan munkaerőre is szükség lehet a térségben, amit kárpátaljai magyarok tölthetnének be. A megyébe talán még napi ingázás is meg lehet kockáztatni, olyan távolságra vannak az ukrajnai kárpátaljai települések, hogy egy-egy határszéli településre, sőt, hát talán Nyíregyházára is, akár napi munkavállalási célú beutazást is jelenthet ez. Ugye különösképpen ezért is fontos a vízummentesség megadása. Hosszú éveken, akár évtizedeken át is elhúzódhat egy-egy végrehajtási eljárás, és egyiknél sem garantált, hogy sikerül az adóstól behajtani a megítélt összeget. A végrehajtást kérőknek sokszor a több tízezer forintos végrehajtási díj kifizetése is gondot jelent, amit ráadásul előre kell kifizetni. Egy ilyen történettel kereste meg szerkesztőségünket egy nyíregyházi hölgy. Ennek a nyíregyházi idős hölgynek megdöbbentő története még 2010-ben férje halála után kezdődött. Kérte, arcát nem mutassuk. Lakásában egyedül maradt, majd 2012 végén rokonai tanácsára saját nyíregyházi ingatlanát eladta és a jó tanácsot adó közeli hozzátartozókhoz költözött. A lakáseladási szerződés aláírása után az egyik rokon, akinél a hölgy élt, a ház után kifizetett összeget eltette, ám azt az idős nő sohasem látta. Az özvegy alig fél éve töltött a rokonoknál 2012 és 2013 között. 35 ezer forintot adtam le minden hónapban, jött velem, amikor felvettem a nyugdíjamat. És nem jó volt a viszony, mert annyira megromlott, hogy egyszerűen el kellett jönnöm onnét. Az özvegy így végül 2013. júniusban elköltözött jelenlegi albérletébe, ezért rezsivel együtt havonta közel 53 ezer forintot fizet. Miután rokonaitól eljött, többször felszólította őket, adják vissza eladott lakásának árát, amit még 2012 végén elvettek tőle. Hát a lakás 5 millió 8-ért adtam el, az autót csak elvitték arra, hogy használatra, azt nem adtam el nekik, és hogy ebből 3 millió ment le, 2 millió 8-at elvitt haza, én azt nem is hoztam a lakásra, és ezért kértem vissza, hogy adják vissza, amikor megromolt a kapcsolat, és nem adták vissza. Pénzt mai napig a bíróság megítélte, de most sem. Mivel a rokonok nem adták vissza a pénzt, 2013. júliusában az özvegy ügyvédet fogadott és pert indított, amit végül 2015. októberében meg is nyert. Most a 33 ezer forintos végrehajtási díjat kellene kifizetnie, de ezt havi nyugdíjából nem tudja teljesíteni. Egy általunk megkérdezett független ügyvéd megerősítette, hogy a végrehajtási díjat minden esetben a végrehajtást kérő fizeti, viszont személyes költségmentességet lehet kérni a bíróságtól, ha bírósági szakasz előzte meg a végrehajtást. Ezt egy éven belül kell teljesíteni, különben irattárba kerül az ügy. Ezután még 5 évig van lehetőség kifizetni a végrehajtási díjakat, ezután viszont már elévül a végrehajtási jog. Sok esetben azonban nehéz az adósoktól behajtani kisebb és nagyobb összegeket egyaránt. Elsődlegesen a munkabérre, illetve rendszeres jövedelemre lehet végrehajtást vezetni, hogyha sem munkabér, sem rendszeres jövedelem nem áll rendelkezésre ugye az adós részéről, akkor ingóságot lehet foglalni, tehát ingóságból is megtérülhet egy tartozás, legvégső pedig az ingatlan végrehajtás, hogy valakinek az ingatlanát árverezik-e, hogyha van ingatlan tulajdona a tartozás fejében. Ha 5 év alatt szintén nem történik végrehajtási cselekmény, tehát nem találnak sem adósnak vagyonát, sem ingatlanát, akkor továbbra is elévül a végrehajtás. Ilyen esetekben a legvégső megoldás, ha majd az adós nyugdíjából vonják le a tartozást, feltéve, ha az adós kap majd nyugdíjat. Az általunk megkeresett ügyvéd azt tette hozzá, egy-egy eljárás akár évtizedekig is tarthat.
leépíti és centralizálja az önkormányzatokat, az MSZP szerint az a kormányzati javaslat, ami egységesíteni a települések informatikai rendszerét. Erről beszélt mai nyíregyházi tájékoztatóján Halmi József, a párt megyei alelnöke. A tervezet szerint a helyi önkormányzatoknak csatlakozniuk kell az úgynevezett ASP informatikai rendszerhez, ami a helyi pénzügyekbe, az ügyviteli és ügyintézési feladatokba engedi betekinteni az államot. Halmi József azt mondta, az állam így veszélyezteti az önkormányzatok függetlenségét. 2010 óta az önkormányzat rovására megy minden, a Fidesz rendszerváltó párt, az önkormányzatiság volt a nagy büszkesége, visszahozta a járási hivatalt, ami az elmúlt rendszer intézmény struktúrájában volt, most pedig az önkormányzatokat a tanácsi rendszerek szintjére süllyesztik le, feladatokat vonnak el, kézi vezérléssel akarják megmondani a polgármesternek meg a hivataloknak, hogy mit tegyenek, és nem a helyi közösségről fog szólni, hanem a kormány kiszolgálásáról, mint a jó diktatúrákban. 20 éves a közgazdász képzés Nyíregyházán, a témáról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. 8 játékos részvételével megkezdődött az országos női egyéni sakkbajnokság Mántokon. Az év legrangosabb hazai versenyén a játékosok körmérkőzéses formában döntik el az érmek és a helyezések sorsát. Nagy lépést tett a bajnoki döntő felé a nyíregyházi kosársuli, miután az amatőr nemzeti bajnokság elődöntőjének első mérkőzésén idegenben legyőzte a TFS-e csapatát. Farkasinszki Gyuláné együttese hosszabbítás után nyert 80-77-re. Húsz éves a közgazdász képzés Nyíregyházán, a jubileum alkalmából konferenciát szerveztek az egyetemen. Meghívták azokat az oktatókat, akik az elmúlt 2 évtizedben segítették a képzést. A Gazdálkodástudományi Intézet igazgatója azt mondta, egyre népszerűbbek, idén a tavainál 15%-kal többen jelentkeztek szakjaikra. A köztársasági elnök is levelet küldött a 20 évvel ezelőtti induláskor. Göncz Árpád üdvözlő szavait is kitették arra a tablóra, amit az elmúlt 2 évtized alatt készült fotókból állítottak össze az egyetemen. A képzés alapítója Veres József volt. Az akkori oktatók azt mondták, nem csak a kormányzat, de a szakma is támogatta őket. A kormányzatnak is volt egy hozzáállása, némileg ambivalens, de a már meglévő képzőintézmények, mondjuk ebben esetben a Marx Károly és ugye később neveket változtatott, hozzáállása pozitív volt. Tehát nem konkurenciaként tekintettek, hanem segítőkészen. Nagyon sok oktató lejött, lejárt, segített. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen szempontból nagyon szép történet a együttműködés és a támogatás segítés tekintetében. Ez az intézet a múltban is és most is kiváltképpen nagyon komoly aktivitást mutat. Onder Csaba, Nyíregyházi Egyetem rektora nyitotta meg a jubileumi konferenciát. Az előadók hangsúlyozták, sokan akarták, hogy a városban legyen közgazdászképzés, ezért lett sikeres az intézet. A megbízott igazgató azt mondta, idén is sokan jelentkeztek képzéseikre. A pontozások július 26-án lesznek, amikor konkretizálódni fog, de az elsődleges eredmények alapján több mint 15%-kal bővült megint a gazdálkodás és menedzsment szakra jelentkezőknek a létszáma az idei évben. A konferencián elhangzott, hogy új képzések indításával tudják fenntartani az intézet iránti érdeklődést. Ezért lehet például mostantól település és területfejlesztést is tanulni. A gazdálkodás és menedzsment alapképzési szakon kívül turizmus és vendéglátás alapképzési szakon, illetve ezeknek a felsőfokú szakirányát is visszük, valamint ami újdonság az intézetünk életében a település és területfejlesztési szakirányú továbbképzés, amely egy másoddiplomás képzés. Az intézetben 2 tanszéken 14 oktató tanít. Jelenleg csak nem 600 hallgató jár a képzésekre. Eltűnhetnek a kátyuk a 36-os számú főútvonalon, ugyanis a Magyar Közút Nyíregyházi üzemmérnöksége megkezdte a főútvonal burkolatának javítását. A munkálatok Tiszavasváriig tartanak az elkövetkezendő napokban. Az ideiglenes munkaterületeknél mindenhol sebességkorlátozás van érvényben. Szintén a közlekedőket érinti, hogy drágul az üzemanyag, a dízelesek járnak rosszul a héten, 4 forinttal emeli az üzemanyag literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán a MOL, miközben a 95-ös benziné nem változik. A benzin átlagára így 332-333 forint marad, a gázolai 322-323 forintra nő. Legutóbb múlt szerdán változtak az árak, akkor a benzin 4 forinttal, a dízel 6-tal lett drágább.
8 játékos részvételével kezdődött meg hétfőn az országos női egyéni sakkbajnokság Mándokon a Forgács kastélyban. Az év legrangosabb hazai versenyén a játékosok körmérkőzéses formában döntik el az érmek és a helyezések sorsát. Az utolsó forduló vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődik. 3,5 év szünet után tértek vissza a megyébe a legjobb hazai női sakkozók, ugyanis 2012. decemberében Kisvárdán rendezték meg az országos bajnokságot. Az idei megmérettetésnek a mándoki Forgács kastély ad otthont. A Kisvárdán győztes Papp Petra ezúttal is tagja a mezőnynek, rajta kívül heten ültek asztalhoz a hétfő délutáni első fordulóban. Bár az élversenyzők közül ketten hiányoznak, a szövetség elnöke kiélezett mérkőzésekre számít. Magyarország legjobb női sakkozói szinte majdnem teljes létszámban képviseltetik magukat, úgyhogy azt gondolom, hogy egy színvonalas és igazán minőségi verseny kerül itt most megrendezésre. Az élőpontszámok alapján a részvevők közül Gara Tícia a legmagasabban jegyzett versenyző. A nemzetközi nagymester szerint az idei bajnokságnak az őszi azerbajdzsáni sakkolimpia szempontjából is van jelentősége, mivel még vannak kiadóhelyek a magyar csapatban. A magyar női egyéni bajnokság mindig nagyon fontos esemény az évben, de most különösen, hiszen szeptemberben Bakuban olimpiai válogatott versenyre is készülünk, úgyhogy mindenképpen nagyon fontos. A hétfői nyitófordulóban Papp Petra és Havanesz Bianca győzelemmel kezdett, két parti pedig döntetlennel zárult. A mérkőzések szombattal bezárólag 15 órakor kezdődnek, a vasárnapi zárófordulóban pedig délelőtt 10 órakor ülnek asztalhoz a játékosok. Nagy lépést tett a bajnoki döntő felé a nyíregyházi kosársuli, miután az amatőr nemzeti bajnokság elődöntőjének első mérkőzésén idegenben legyőzte a TFS-e csapatát. Farkasinski Gyuláni együttese hosszabbítás után nyert 80-77-re. A második találkozót szombaton rendezik a Szent Imre gimnázium csarnokában. A nyíregyháziak azzal a tudattal utaztak a TFS-e otthonába, hogy korábban még egyszer sem sikerült legyőzniük fővárosi ellenfelüket. A vendégek kezdték jobban a mérkőzést, az első negyedet 5 ponttal nyerte a kosársuli. A második 10 percben újabb 2 pontot tettek hozzá előnyükhöz a nyíregyháziak, akik a nagyszünet után tovább növelték a két csapat közötti különbséget. A hazaiak azonban nem adták fel, ledolgozták 10 pontos hátrányukat, sőt az utolsó percben egy triplával a mérkőzés során először a vezetést is megszerezték. Farkasinski Orsolya egy kosár plusz büntető akcióval egyenlített, így következett a hosszabbítás. Egy darabig fejfej mellett haladtak a csapatok, a végjátékban viszont az addig epizodista Lizák Kitti egy duplával és egy triplával a vendégek javára döntötte el az elődöntő első felvonását. Talán azzal leptük meg a TF csapatát, hogy most kellőképpen agresszívek és kemények voltunk. Tehát ugye nálunk, a mi csapatunkra az nem jellemző az, hogyha kell ugye ezt a testest elleni küzdelmet fölvesszük, hogyha kell, akkor azokat az ütközéseket is megpróbáljuk megoldani, vagy ugye ezeket a hátrafogásokból nagyon nehezen tudtunk kikászálódni. De ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy a csapategységben egymásért küzdve, hajtva dolgoztak a lányok. Ez a hosszabbítás, ez meg aztán végképpen az utolsó tartalékainkat mozgósítottuk, de úgy látszik, hogy bennünk volt nagyobb tartalék, mi tudtuk azokat a szituációkat pontosabban megoldani, és ezzel sikerült szerintem ezt a TF csapatát legyőzni idegenben. A mérkőzésen 33 pontot szerző és 20 lepattanót begyűjtő Farkasinski Orsolya nehéz második meccsre számít, de bízik csapat a győzelmében, amely a döntőbe jutás jelenteni az NKS számára. Nem gondolom, hogy ez a TF le fog jönni, és ide fogja nekünk adni, hogy tessék, akkor játszátok ti ezt a döntőt. Ugyanakkor bízom abban, hogy amilyen a hazai közönségünk, tehát ahogy kint voltak a mérkőzéseinken és szurkolnak, ugyanazt meg fogják most is tenni, és egy nagyon jó hangulatú, küzdős mérkőzésen mi fogunk nyerni. A másik elődöntő első meccsén az MTK Budapest 77-62-re verte a Vasast. A nyíregyházi kosársuli TFS-e mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Szent Imre gimnázium csarnokában. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. 30 éve történt a világ egyik legsúlyosabb nukleáris balesete, a csernobili atomerőműben történt katasztrófa emberek millióinak életét változtatta meg. Dr. Szőlősi Tibor ideggyógyász főorvost, aki akkor a Técsői Kórházban dolgozott, a katasztrófa helyszínére küldték. A 12 fős mentőcsoportból egyedül ő maradt életben. A nyugalmazott főorvos jelenleg a megyében él, és személyesen beszélt stábunknak emlékeiről. Hosszú éveken, évtizedeken át is elhúzódhat egy-egy végrehajtási eljárás, és egyiknél sem garantált, hogy sikerül az adóstól behajtani a megítélt összeget.
A végrehajtást kérőknek sokszor a több 10 000 forintos végrehajtási díj kifizetése is gondot jelent, amit ráadásul meg is kell előlegezni. 20 éves a közgazdászképzés Nyíregyházán, a jubileumra konferenciát szerveztek az egyetemen. Meghívták azokat az oktatókat, akik az elmúlt 2 évtizedben segítették a képzést. A Gazdálkodástudományi Intézet igazgatója azt mondta, egyre népszerűbbek. Idén a tavainál 15%-kal többen jelentkeztek szakjaikra. A Kölcsei Televízió híradóját látták április 26-án kedden. Friss hírekkel szerda este jelentkezünk. Műsorainkat és híreinket addig is újra nézhetik honlapunkon. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán változékony időre számíthatunk esővel, nyugat felől ismét egy markás hidegfront éri el térségünket, de előtte a nap első felében még enyhe levegő érkezik fölénk. Éjjel eleinte derült, később változóan felhős idő várható csapadék nélkül, a déli szél a hajnali óráktól helyenként megélénkül, ismét hideg lesz a reggel. Reggelre általában 1 fokig csökken a hőmérséklet. Szerdán napközben eleinte változóan felhős időre van kilátás, néhány órás napsütéssel, majd nyugat felől erősebben megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. A délutáni esti óráktól várható eső. A déli majd estétől a nyugatira forduló szél többször megélénkül, időnként megerősödik. Délutánra 17 fokig emelkedik a hőmérséklet. Szerdán eleinte gyenge melegfronti, majd estétől erős hidegfronti hatásra kell számítani. Csütörtökön szárazabb levegő áramlik fölénk, így napos, száraz időben lesz részünk, majd pénteken megnövekszik a fátyol felhőzet, de záporokra csak szombattól kell készülni. A jövő hét elején ismét több felé eshet. A hőmérséklet többnyire a sok évi átlag alatt marad.